A kiskörösi LC női csapata a Vármegyei első osztályú bajnokságban mérettette meg magát a 2023-24-es szezonban. A lányok számára május 4-én a Bugac KSE elleni mérkőzéssel véget ért az idei bajnokság. Négy csapatos bajnokság indult, aminek valamilyen szinten nem örültünk. Bíztunk benne, hogy még egy-két csapat talán csatlakozik hozzánk, vagy egy másik megyébe álltunk benne, ahol több csapat van, de ez így alakult, hogy maradt Bács megye négy csapattal. Jól indult a rajt, mert 4-ből 4 meccset megnyertünk. Akkor igazából felcsillant a remény, hogy hát most idén megszorongatjuk a Kecskemétet, és meg lehet a bajnoki cím is. És szinte most mondhatni, hogy végig ott volt a remény, még az utolsó előtti fordulóig is. A kiskörösi lányok számára ott volt a bajnoki cím megszerzésének lehetősége, azonban a kecskeméti LC elleni találkozón vereséget szenvedtek, így a második helyen végeztek. Reálisnak érzem a második helyet, viszont volt egy-két mérkőzés, ahol nem feltétlen a legerősebb kerettel tudtunk fölállni, vagy volt több hiányzó is, de nyilván a Kecskemét az egy erősebb garnitúrával rendelkezik, többet is tudnak edzeni, van utánpótlásban is kiemelt bajnokság, csapatok is onnan is tudnak hozzájuk visszajátszani, és ezek mellett én úgy gondolom, hogy reális a második helyezés. A bajnokság gólkirálya Dobák Szabina a kiskörösi LC játékosa lett, aki a 12 lejátszott mérkőzés során 7 találatot szerzett. Makó Zsolt elmondta, hogy a csapat többi tagja is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A csapat összetétel szerintem úgy jó, tehát kiemelkedő, nyilván minden meccsen volt egy-kettő, aki húzta a csapatot, de lehet mondani, hogy majdnem minden meccsen más volt, aki jó teljesítmény nyújtott. De ha azt nézzük, hogy második helyen végeztünk, így mondhatni, hogy mindenkit meg lehet dicsérni. A lányok számára az érmeket, a kupát és a gólkirálynak járó elismerést június 14-én Filus Tibor, Kiskörösváros önkormányzata kulturális, turisztikai és sportbizottságának elnöke adta át a klub szezonzáró összejövetelén.